pajzsmirigy alulműködés gyors teszt a pajzsmirigy serkentő TSH hormonszint mérésére szolgál. A megemelkedett TSH szint a pajzsmirigy alulműködésére utalhat. Az önellenőrzésre szolgáló teszt segítséget nyújt a pajzsmirigy alulműködés korai felismerésében. A teszt elvégzése. A doboz tartalmaz egy tasakot, a tesztkazettával és a pipettával, egy alkoholos törlőkendőt, egy újbegyszúró láncsát és a pufferoldatot. Alapos kézmosás után tépje fel a tasakot, vegye ki belőle a tesztkazettát és a benne lévő pipettát. Készítse elő a láncsát, ami már fel van húzva. Tekerje el 3x4-szer a szürke kupakrészt, míg magától leesik. Tisztítsa le újhegyét alkoholos törlőkendővel, majd masszírozza lefelé, hogy megteljen vérrel. Erősen szorítsa a láncsát az újbegyéhez. Nyomja meg a kioldó gombot. Karját lógatva masszírozza ujját, amíg a vér kiserken, utána tartsa a pipettát a vércsephez, és engedje, hogy a vér beszívódjon a pipettába a jelzett vonalig. Fokozottan ügyeljen a megfelelő mennyiségű vér felszívására, lehetőleg se több, se kevesebb ne legyen. Cseppentse a teljes vérmintát a tesztkazetta kerek mintagyűjtő ablakába, és várjon, amíg a vérminta felszívódik. Cseppentsen 4-5 cseppet a pufferoldatból ugyanabba az ablakba, és várjon 10 percet. Értékelés. A pufferoldat hozzáadásától számított 10-15 perc elteltével olvassa le az eredményt. Fontos, hogy ne korábban és ne is később. Az értékeléshez használja a használati útmutató hátoldalán lévő magyarázatokat és ábrákat. A tesztablakban megjelenő csík az eredményt jelzi, függetlenül annak erősségétől, tehát egy nagyon halvány csík is eredménynek vehető. Köszönjük, hogy a rendszeres önellenőrzéshez gyors tesztjeinket használja. További tesztjeinket megtalálja a patikákban, drogériákban vagy a vitaminstation.hu oldalon.